Sok szeretettel köszöntjük Önöket, Önök továbbra is a március 15-i ünnepi hírfolyamot és adás folyamot látják. Itt vagyunk Perjesi Tamás kollégámmal, és itt vagyunk a Pilvax kávéházban, legalábbis a másolatában innen jelentkezünk. Juhász Milán kollégánk már korábban utalt arra, hogy a Kossuth téren ott járt a zászló felvonás főpróbáján, ez következik most. Lépés! Induljék! Legrégebbi történelemmel rendelkező alegységként tartjuk számon magunkat. 1741-re vezethetjük vissza az ezrednek az eredetét, amikor is Mária Terézia trónalépésekor olyan helyzetbe találta magát, hogy sok oldalról támadás érte. Örökösödési háborúk időszakában vagyunk, ekkor segítséget kért a magyaroktól, és ennek az egyik eredménye az lett, hogy több ezredet állítottak fel, köztük a mi ezredünknek az elődjét is. Talán minden fiúgyermek fejében megfordul az, hogy egyszer talán egyenruhát viselő személyként fogja szolgálni a hazáját, vagy katona lesz. Én gondolkoztam ezen már gyerekkorom óta, és aztán egy időre ezt elengedtem, és amikor a pályaválasztáshoz került a sor, a középiskola elvégzését követően döntöttem úgy, hogy én katonai pályára szeretnék térni. Immáron 25 éve szolgálok a Magyar Honvédség kötelékében. Alapvetően a nemzeti ünnepeknek a katonai protokoll és díszelgő kiszolgálását hajtjuk végre. Lobogó felvonás tartozik ide. Külföldi államfők, kormányfők fogadtatása, beleértve természetesen a vezérkar főnök úr vendégeit, a védelmi minisztereket, nagyköveteket. A 15-én most a Kossuth téren láthatnak minket a kedves nézők, illetve a kíváncsiskodó szemek. Ott azon kívül, hogy díszalegységgel jelenünk meg, a történelmi zászlóknak a mozgatását, bemutatását is a katonáink hajtják végre, valamint a Magyarország lobogóját is természetesen a 32. testőrezet katonái, lövészzászlói katonái fogják felvonni. A díszőrségekre jellemző azt, hogy egy óráig állnak ott a katonáink. Közben 5-10 percenként fogásokat csinálhatnak, őrhelyváltás megtörténik, ez is ugye megtörve azt a monotonitást, de az egy óra az mégiscsak egy óra. Természetesen a mozdulatlanság az kívülről mozdulatlanság. Az avatatlan szemeknek nem tűnik fel, hogy a katonák azért az izmaikat megfeszítik közbe, vagy elernyeztik, ezzel is ugye vért pumpálva azokba a területekbe, hogy elkülüljék az áülást, vagy a zsibbadást. Illetve még fejben is egy kicsit el kell vonatkoztatni, hogyha a díszőrség, illetve a feladat jellege megengedi, akkor ilyenkor az embernek el szoktak kalandozni a gondolatai. Egyik kollégám például azt mesélte nekem nem olyan régen, hogy ő ilyenkor díszőrségbe szokta megtervezni, hogy nyáron hova megy nyaralni a családjával is. Különböző utakat megtervez, lejátsza a fejében, ezzel is ugye eltöltve azt az időt, hogy minél gyorsabban menjen el az állással töltött idő.